két hete nem voltunk kinn a kertbe, úgyhogy ideje megnézni, hogy mi újság van. Na, üdvözlünk itt nálunk, milyen volt a repülés? Jó, én tudod, én szeretek repülni. De voltak események, hogy így eseménytelenül telt a dolog. Néhány valami jöttem bozált egyébként is. Mit fogsz ültetni? Virághagymád van? Aha, gumós. Ez olyan, mint a pünkös gyümölcs. Aha. Ezeket te ismered? Láttam már. Krókusz az jó, a krókuszokat szeretem. Meg az apu kedvence a gyöngyike. Fürtös gyöngyike. Az terjed, azt mondtad, ugye? Tűnik, hogy ezek a fólia alagútak, ezek nem voltak jó, nem volt jó megoldás. Egyrészt valami megrágta a borsókat, meg másrészt nem is nőnek valami jól. Úgyhogy úgy döntöttük, hogy felszedjük. És akkor mit ültetsz most? Csílei guava. És mi az a csílei guava? Ez olyan, mint az eper, csak tűzszeresen. Ha, tehát akkor ehető a gyümölcse. Ehető. Na.
Visszajöttünk a kertbe, és a mai napra az a tervünk apuval, hogy kivágjuk azt a két fát, vagy legalábbis az egyiket. Azt ott. Igaz? Ha. Beszéljük meg a tervet, hogy mit fogunk csinálni. Átdobáljuk a köpelet. Igen, de föl is kéne menni, nem? Hogy csak a vékonyabb ágakat egy... Ameddig fölérünk ezzel a lépvára, persze, fölmegyünk. Aha. A fára nem vállalom, hogy nem, én fölmegyek oda. És akkor jó, a kötéllel pedig ebbe az irányba elfelé húzzuk az ágakat. Elég jól kijött, nem? Anélkül, hogy újabb üvegeket összetörtünk volna. Jó, van minden, jó lesz ez itt szerintem. Na, jó sokat csináltunk, igaz? Ha. Ne, hát nézd meg, süt a nap, és meg is mutatja magát, hogy...
Van egy picit olyan érzés, mintha többet romboltunk volna, mint építettünk volna, nem? Hát szerintem az építkezés nagyon sokszor jár rombolással, úgyhogy én ezzel jó vagyok. Nekem ez nem probléma. Jó, szóval akkor azt mondod, hogy ezek balagonyák voltak, amiket úgy kivágtunk. Tűnik, igen, még majd ellenőriztetjük a főnök asszonynal. Volt valamilyen piros bogyója. Igen, úgyhogy tehát biztos, hogy nem mak, tehát nem tölgy. Aha. Na, szóval szerintem az. Jó, még megnézzük, hogy illetve én nekem ki kell jönnem egy nagyobb fűrésszel, mert azért nekem ez így nem tetszik, hogy ilyen nagy tömbök itt vannak. Szóval én ezt egy picit lejjebb akarom, alacsonyabbra akarom. Jó, hát akkor tudsz, majd ha kihajtanak, akkor tudsz egy ilyen bokrot formázni belőle. Aha. Én szerintem ki fogunk hajtani. Viszonylag kevés tulipánt tapostunk el, talán. Azok kibírják. Jó, azokat is kivágtuk. Az a fa, az azért nem tetszett nekem ott, mert valami madár ráfészkelt, és egyfolytában odapottyantott nekünk, ami csak ott volt, méghozzá sokat. Az alatt lakik valószínűleg, vagy úgy lakott alatta a pocok. Hát elvettük a fóliákat is, mert hogy a borsó, meg az összes többi az úgy tűnik, hogy nem. Szóval úgy tűnik, hogy nagyobbat romboltunk, de valójában egy picit olyan, mintha visszamentünk volna a kezdőpontra, nem? Tehát, hogy nem volt semmi ültetve, és most is egy picit olyan, mintha nem lenne semmi. Igen, hát ugye nagyon szorgalmasan beültettétek, ami egyébként itt ebben az ágyásban szerintem nagyon jó fog kinézni. Tehát azért minden nyíkat látom, hogy be van ültetve, túl is élték, most már csak az ő dolgok, hogy itt valamit csináljanak. Virágok is szépek lesznek. Jó, ez a rész szép lesz, és akkor tegnap voltunk a Bridgewater-gátemben. Itt most be fogok vágni ebből egy részletet, hogy ott láttunk ilyen magasabb ágyásokat. Aha. És annak a mintájára az nekem nagyon tetszik, ami ott van.
ezt úgy hívják, hogy raised emelt ágyás. Aha. Tehát a magas ágyás az tényleg fölemelőbb, mint az. Annyira nem akarnám fölemelni. De nem is kell. Ugye még fiatalok vagytok, még nem kell, még tudtok hajolni, úgyhogy ez rendben van. És hogyha ez megtelik ilyen földdel kevert trágyával, csodák fognak történni. Egyébként nem biztos, hogy én csak ilyen érett trágyát tennék bele, hanem lehet, hogy egy kis szalmával kevertet is, hogy lazítsa. Hát meglátjuk, hogy mennyire tudunk és mit szerezni, abból fogunk kiindulni. Ja. De szerintem marha sok fény jön be ahhoz képest, ami itt volt. Egyedül ez a fa maradt meg, de egy ágat még lehet, hogy a tulajjal, hogyha legközelebb találkozok, akkor megpróbálom megbeszélni vele, hogy nem lehetne. És ugye ez egy fűzfa, amivel azt tudjuk, hogy ez talán nem nagyon érdemes ültetni semmit, mert olyan árnyékot vett. Hát erre szerencsére, tehát dél felől nincsenek ágai, hál' Istennek. Ezt az egyet kéne innen valahogy eltüntetni. Egyébként annyi, hogy egy hosszú lépőre van, mert oda tudsz támaszkodni. Ezt megint megcsináljuk itt lenn, akkor utána... Én most megmondom, hogy te úgy vagyok vele, hogy onnan már most látszik, hogy elég sok fény jön be. Ráadásul ősz van, alacsonyabban jár a nap, tehát amikor tavaszodik, nyár lesz, akkor már sokkal magasabb lesz az a beesési szög. Úgyhogy lehet, hogy igen, hogy ez vett valamennyi árnyékot, de amit most csináltunk... De egyébként valószínűleg, hogy igen. Hol a komposzt lesz, annak meg nem lehet annyira. Igen. Amit ma csináltunk, az szerintem marha nagy haladás volt, úgyhogy ügyesek vagyunk. Igen. Jól van, menjünk haza. Menjünk haza. Majd visszajövünk egyszer. Kicsit csábít az, hogy holnap visszajönni. Hát jöjjünk vissza holnap. Hogy mondjam, úgyse tudunk mindent megcsinálni. Tehát... Nem tudunk mindent megcsinálni, de hogyha csak 2 órára visszajövünk, és ezeket az ágyásokat nagyjából megtöltöltjük, amit fel kell tölteni, és lehet itt még játszani. Én azt a sarkot. Azt is, igen. Meg ami a fajnyag van abból. Én azokból nagyon szeretnék egy járdát ide végig. Nem tudom miért. Egyrészt zavar, hogy ott van, hogy az a szemét, másrészt pedig pont az a szélesség, ahogy azok a... Hát ugye 1, 2, 3, 4, amit én azt gondolnám, hogy azon hát lehet szeretném. Lehet egy ilyen strádát csinálni, de... De az ágyások közé nem kell ilyen széles, mint az azé. Csak annyi, hogyha holnap jövünk, akkor reggel kéne jönnünk, mert... Ha jó idő van, akkor jó. Akkor holnap visszatérünk. Oké. I wish, I wish I knew the road to you. I don't care. Na, akkor visszatértünk a kertbe. Akkor az a terv, hogy ebből csinálunk egy járdát? Igen. És akkor így körbe tudjuk menni. Ezt kezdő, szerintem 3 ágyát tudjuk csinálni. Oké. How long I won't stop trying.
the shortest time. You had to go, but I'm just so happy I had you. The morning's near and still I can't tell you how I feel. Just another lonely day to get through. Ma is sokat dolgoztunk, csináltunk nagy rendetlenséget, és ennyi volt mára, igaz? Szerintem meg rendet csináltunk. Sok jó lesz. Menjünk haza? Jó.